már a felújított épületben dolgoznak, koratavaszi munkák a kiskertekben, gazdafórum abátszalókon, dalmadences sikerek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 1-én 18 óra 5 perckor. Hodos Juliannával, a járási hivatal hivatalvezetőjével beszélgettünk a nemrégiben átadásra került épületről és a benne végzett feladatokról. Mint ahogyan már a hivatalos átadón is elhangzott, nem sokkal a rendőrség kiköltözését követően a helyi országgyűlési képviselőkkel, F. Kovács Sándorral és dr. Fazekas Sándorral együttesen egy megbeszélés keretein belül került megvitatásra, hogy milyen áldásos célokra lehet felhasználni az épületet. Megint a járási hivatal egy új épületének átadására, vagy felújított épületének az átadásáról számolhatok be, hisz nem olyan rég, 5 éve volt, de hát az is egy nagy esemény volt, amikor az Adi 4 irodaházunkat átadtuk, de ez az új székhelyünk pedig kifejezetten egy felemelő élmény, hogy egy gyönyörű környezetbe kerülhettünk át. Azt már szerintem az átadón is, talán polgármester úr említette, hogy még a rendőrség kiköltözése után nem sokkal már az országgyűlési képviselőkkel volt egy beszélgetés, hogy hogyan, mit is lehetne ebben az épületben elképzelni, és mit lehetne vele tenni. És a képviselő urak, itt F. Kovács Sándor képviselő és dr. Fazekas Sándor képviselő úr javaslata volt, hogy ebben az épületben nagyon jó lenne a járási hivatalnak lenne egy külön székhelye, egy külön bejárattal, és itt tudnánk fogadni az ügyfeleket, és ez a kérés ötlet meghallgattatásra talált, mert 2019-ben a kormány úgy döntött, hogy több mint 570 millió forinttal támogatja ezt a felújítást, és elindult ugye az önkormányzat, mint tulajdonos, ő kapta ezt az összeget, és ő végezhette el ennek az épületnek a felújítását, és tette is, és egy gyönyörű környezetet alakított ki. Ez az épületrész 850 négyzetméter körül van, 20 irodánk van ebben az épületben, két tanácskozó, megfelelő szociális blokkok és étkezők is kialakításra kerültek. Ahogyan a hivatalvezető asszony is elmondta, maga az épületrész mintegy 850 négyzetméter, 20 iroda található benne, két tanácskozóval, szociális blokkal és étkezővel egyaránt. Három osztály költözött át, hisz eddig a Kossuth téri, tehát a Városháza épület emeletén voltunk. A maga a járás vezetése, a hatósági osztály, a gyámügyi osztály, és az Adi 4 alatt volt az állategészségügyi osztályunk. És ugye adott volt a szerkezet, és mindenféleképpen azt szerettük volna, hogy a Városháza emeleti részén található osztályok átköltözzenek ide, és ugye több iroda volt, mint amennyit ez a 23 kollega elfoglal, és jó gondolat volt, hogy az egyik viszonylag kisebb létszámú osztályunkat, az állategészségügyet hozzuk át az Adi 4-ről, mert a földhivatal ezáltal át tudta venni azokat az irodákat, és tágasabb, nagyobb irattára van, tehát kényelmesebben tudják fogadni az ügyfeleket. És tehát ebből adódott, hogy tehát átkerült a hatósági osztály, a gyámügyi és az állategészségügy, a hatósági osztály a szociális ellátásokat viszi, a közgyógyellátástól kezdve az ápolási díjak, a gyógy, a hadigondozotti ellátás, tehát ezeknek a kérelmeknek úgymond az elbírálása van folyamatban, de ezeket a kérelmeket az ügyfelek már nagyon jól tudják, hogy a kormányablakban kell benyújtani, ott adják be, onnan kapjuk meg ezeket, vagy kapják meg a kollégák ezeket a kérelmeket, és
majd tőlünk kapják meg a határozatokat, bár azt most meg kell, hogy említsem, hogy a veszélyhelyzet miatt ugye több okmánynak a érvényességi ideje meghosszabbodott, és több ellátás is jogosa, vagy tehát maradt továbbra is érvényes, és utaltuk ezeket az összegeket akár az ápolási díjnál, vagy akár a gyógynál. Ezeknek majd felülvizsgálata következik, és a felülvizsgálat kapcsán már végig gondoltuk azt, hogy ne legyen óriási ügyfélforgalom a kormányablakban, és akkor gyorsabban haladna ez az ügyfeleknek, és kedvezőbb lenne, akkor valószínűleg itt fogjuk fogadni az ügyfeleket, de csak ez egy arra az időszakra, amikor ezek a felülvizsgálatok zajlanak, de ez természetesen mindenkinek a levelében, amikor kapja ezt a tájékoztató levelet, abban benne lesz, hogy hova kell menni. A gyámügyi osztályunkat említettem még, hogy ők itt vannak, ők természetesen fogadják a gyermekvédelem kapcsán az ügyfeleket, a otthonteremtési támogatástól kezdve a családi pótlék megelőlegezés, vagy a gyermekek védelembe vétele, ez mind ezen a területen és ezen a osztályon valósul meg. Az állategészségügy, ahogy említettem, tehát a főállatorvos és az egyik ügyintéző van még ezen a épületszárnyban, és természetesen valamennyi hatósági állatorvosnak van itt helye, mert ők területen vannak, különböző állattartó telepeket vizsgálnak, járnak ki, de a maga az adminisztrációs feladatra nekik is van megfelelő feltétel biztosítva, és természetesen a vadásztársaságok, amikor mintákat hoznak be, azoknak a elhelyezése, és addig, amíg a szállító el nem viszi, annak az őrzése a mi feladatunk, és az is itt valósul meg. Ézsiás Antal nyugalmazott mezőgazdasági agrármérnökkel beszélgettünk a tavaszi kerti munkálatokról, valamint a múlt évi csapadék mennyiség eloszlásáról. A tavalyi évben leesett csapadék mennyiségről esett szó, amely azért volt tragikus, mert voltak olyan hónapok, hogy gyakorlatilag nem volt csapadék. A csapadék az egy óriási perdöntő tényező. Bármit tervezhetünk, amit szeretnénk, ez lehet zöldség, gyümölcs, bármi, ez keresztül húzza a számításokat, ha ez nem kedvező, és még optimálishoz is nagyon messze van. A tavalyi év azért tragikus volt, hiszen voltak olyan hónapok, hogy gyakorlatilag nem volt csapadék, mert 10-20 mm az nem jelentős. Ilyen volt ugye március, és ilyen volt még az április is, utána ilyen volt az augusztus, a szeptember, még az október is, ami azt jelenti, hogy ott döntően meghatározott sok mindent. A tavalyi csapadék az előző évének ellenyésző része volt, alig volt több, mint a fele, tehát gyakorlatilag több, mint 130 mm-re esett kevesebb, mint 2020-ban, és akkor is kevesebb volt, mint a sok évi átlag. Visszaemlékezve tavalyi évre, és az én feljegyzéseim úgy emlékeztetnek, hogy tavaly januárban 47 mm csapadék esett, ami eső formájában jött, ami a legrosszabb, ami létezik, mert a fagyott talajon ez mind elfolyt, illetve hát sok helyen elfolyt, de nem használt a területnek, nem ott szivárgott be, ahol kellett volna, és az meghatározta a talajnak a minőségét is, és később ugye a vetési technikát is, mert nagyon megtömítette a talajt. Utána meg már nem sikerült rendbe tenni, meglazítani úgy, ahogy kellett volna, és a tavaszi vetések azok részben emiatt, meg a csapadék hiány miatt gyengén fejlődtek. Meg is látszik a tavalyi termés eredményeken, zöldségben, gyümösben és más kultúrákban is. Ézsiás Antal elmondása szerint eddig az év legszárazabb hónapja volt a január. A több száz éves átlagot is figyelembe véve ugyanis mindösszesen 8 mm csapadék hullott. Tavalyi tapasztalatokat figyelembe véve, mi sikerült, mi nem, mit szeretnék másként csinálni, vagy miben segít a természet, vagy mi esetleg más is, és ennek alapján mondjuk körülnézni, hogy mi van a területen. Hát attól félnek, kinek milyen kertje van, udvaron van kertje, zárt kertje van, vagy esetleg még nagyobb területe. Ott azért ilyenkor már tisztában kell lenni azzal, hogy mit próbálok, mit szeretnék korán elvetni, annak a helyét már legalábbis megpróbálni rendbe tenni, elgerevézni, elboronálni. Hát géppel ilyenkor nem szoktunk a területre menni, és az a kellemetlen, hogy ha valaki ugye nagyon korán, ilyen a mák például, ami nagyon korai, vagy a petrezselyem, vagy vannak ilyen hidegtűrő növények, ezeknek a talaját már ilyenkor illik
valamennyire előkészíteni. Hát a mághoz remekül lehetne most vetni például. Jó a tala is, ha el van készítve, és a többire még mi várni kell. Tehát ez egy ilyen szétszórt tevékenység. Ezeket már lehetne, ezek kézi szerszámos dolgok. Aki nagy üzemben, nagyobb területen gazdálkodik, az meg megpróbálja géppel. De elő lehet készíteni ősszel is valamennyire, de az azért nem biztos, hogy szerencsés, mert az ősz annyira azért csaparékos volt, hogy nem lehetett nagyon rámenni. Az uniós közös agrárpolitika kap lehetőségeiről, az agrártámogatási rendszer várható változásairól és a térség mezőgazdaságáról tartottak sajtótájékoztatót a Bátszalókon. Az uniós közös agrárpolitika lehetőségeiről, az agrártámogatási rendszer várható változásairól és a térség mezőgazdaságáról tartott sajtótájékoztatót a Bátszalókon Jakab István, az országgyűlés alelnöke. A közös agrárpolitika változása kapcsán most teljesen új támogatási rendszer kerül kialakításra. Abban az értelemben, hogy eddig az egésznek a filozófiája megváltozik. Eddig alanyi jogon járt a támogatás az egyes pillérben, tehát pályáztak az adott területre is. Volt ellenőrzés, az ellenőrzés nem tett fel hiányosságot, alanyi jogon járt a hektára vetített támogatás. Most ez megváltozik, most már majd teljesítmény alapon történik, tehát most már ezt követően lesz egy alapjövedelem, egy alaptámogatás, ez kb. 58 ezer forint lesz, és lesz majd vállalási lehetőségük a gazdáknak, és ki milyen mértékben vállal nagyobb zöldítést, illetve hát az Európai Unió által javasolt megoldásokat olyan mértékben tudja növelni a területre jutó támogatás összegét. Nos, ahhoz, hogy minden gazda az adottságaihoz igazodóan a legjobb megoldást tudja választani, ahhoz ismerni kell a lehetőségeket, a feltételeket. Az Európai Unió követeli meg minden egyes tagállamtól, hogy stratégiai tervet készítsen. Készítsen a stratégiai tervet, hogy ő hogyan, milyen módon akarja a egyes pilléres, tehát ugye az eddig normatív alapon, most majd teljesítmény alapon történő támogatás kifizetést megoldani, és milyen alapon kívánja majd a kettes pillért működtetni, azaz a vidékfejlesztési támogatásokat. Hamarosan jelentős pályázati lehetőségek nyílnak meg a helyi gazdák és a gazdaságok előtt. Újabb sikereket értek el a dalmadenszes karcagi lányok. Farsangi kupán vett részt a Karcagi Dalma Dance Club nagy csoportja. Ez egy minősítő táncverseny volt, országos szintű, amelyen a gyerekek aranyminősítést értek el. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!